Szabadalom szép! Hát ugye nem lehet pisilni, tehát nem tudsz elmenni pisilni. Mi utoljára egy óra előtt pisiltünk a pizzázóban. Sőt, a pizzázó után találtunk egy helyet, igen, ahol tudunk pisilni. Nagyon finom? Jó vékonynak tűnik a tésztája. Ha értem, eddig elvett pizzák a topba belekerült, top 5-be benne. Elkészült az én karfiol alapú pizzácskám is, úgyhogy elég forró, de jó. Finom. Harapás nincs. Jó ez a karfiolos alap. New Yorkban nem úgy van, hogy bemész egy helyre, ahol eszel, és ott van is mosdó, hanem sokszor, sőt leginkább nincsen mosdó ott, ahol eszel. Ez abszolút furcsa. Úgyhogy kell keresni egy olyan helyet, ahol el tudsz menni mosdóba. Ez még nekünk egy óra előtt volt. És majdnem kettő volt, mire a szállásra értünk. Ez több mint 12 óra. Én ügyes voltál. Te is. Te is ügyes voltál. Beálltunk egy irgalmatlan hosszú, ki tudja milyen végtelen sorba. Elkezdődött. A mai állásunk elkezdődött. Az idő pontosan? Az idő pontosan 13 óra 13. De még nem vagyunk bent. Kb. Egy jó sok idő, mire bejutunk. Igen. Tudtuk, hogy hamar be kell mennünk, mert a Times Square be fog telni majd emberekkel. Ezért azt gondolom, hogy dél, legkésőbb egy óra, akkor be kell állnunk ott egy sorba, vagy közel lenni a beengedő ponthoz, illetve fel kell töltenünk majd a Times Square-t. Ehhez képest nem úgy volt, hogy gondoltuk, hogy majd ahogy telik a Times Square, úgy zárják le az utcákat, és akkor megyünk egy hátrébb a bejutással, hanem már eleve le volt zárva a Times Square, és a 49-es utcánál nyitották meg a befelé az embereket. Tehát a lényeg az, hogy egy órakor már a 46. utcáig állt lefelé a sor, oda beállt Adri, aztán én előre mentem, megnéztem, hogy ebben csak a lúzerek állnak be ebbe a sorba. Úgyhogy aki ott állt, az még lehet mai napig is ott áll, mert az ott nem halad semmit se. Jó, szórakozunk. Szeretett vagyok. Mondták a rendőrök, hogy nem tudják, hogy mikor nyit, lehet, hogy 2 perc, lehet, hogy 3 óra, nem tudják, majd nyit. Ez odáig fajult ez a dolog, hogy olyan 4-5 óra felé már ez egy masszív, összepréselt tömeg volt ott a legelején. Úgy összepréselt tömeg, hogy nekem eltört a szemüvegem a zsebembe, a belső zsebembe volt a napszemüveg, és eltört, annyira préselődtünk össze. És ráadásul pont egy garázs előtt álltunk, egy ilyen parkoló garázs előtt, és folyamatosan jöttek ki be az autóba, és hát próbáltak. Úgyhogy mindig egyre összepréselődtünk, na egy ilyen összepréselődés alatt feladtuk és beálltunk a garázsba. 16 óra van. New York idő szerint. Már majdnem 3 órája várunk, de még mindig nem engednek be a Times Square-re, úgyhogy itt ez. Tehát ez nagyon apró kis tömegecske, amit láttak, ennél sokkal durvább a helyzet. Körülbelül ilyesmi lehetett a West Balkan, amikor nagyon taposták egymást az emberek. Minek most akkor mákunk? Nem tudom, mákunk van-e. Beterelődtünk egy ilyen garázsba. Lett egy kis helyünk, de ott kint. Ott innél mindig tapossák egymást az igen, emberek. De igazából itt. Ott lesz a beengedés. Ott már ott a beengedés lesz, ugye elég közel vagyunk. Ha valaha megindul, akkor majd megpróbálunk betömörülni. Összenyomtak. Türelmetlen volt mindenki, de jókedvűen türelmetlen. Tehát türelmetlen, fulakodó, nyomulós, egymást rögtös ős az egész, de mindig mindenki mosolygott meg jókedvűen, jól érezte magát ezzel ágyáltal, ami már ott van a nyelven moment volt. Aztán a garázsban sikerült egy kicsit előrébb turakodnunk a csúnyán, és a fal mellett préselődő, amikor már valóban elkezdték beengedni az embereket, százassával engedték be az embereket, százat engedtek a 49-es utca felől, százat a Broadway-nek a túloldaláról, és a 49-esnek a túloldaláról is engedtek százat, tehát 300 embert engedtek el. Ez azt jelenti, hogy magát azt a bolyt sem sikerült feloszlatni, tehát ez a boly sem került be mindenki. Ebbe az első. Csúnyán befurakodtunk. Yeah. Bejutottunk! Most jutottunk be, 6,5 óra van, és most már kell kezdem pisilni. Biztos az első közünk vagyunk, oda jutunk, ahol majd mindent látunk, meg amit kigondoltunk magunknak helyet. Na de az utca végén!
vagy még egy sort. Szóval mire mi odaértünk a security átvizsgáláshoz, ahol ugye megint sorba kellett állni, csak most meg már három irány volt, ott már szerintem bent volt egy jó 2000-3000 ember már bent volt előttünk. Túl korán örvöltünk. Egy óra sorbaállás után. Milyen egy óráról beszélsz? Hát egy órát álltunk itt a parkolóházban. A parkolóház óta. Ja, de 13 óra óta álltunk. Úgy igen. Egy óra alatt idáig. Szóval igazán nem egy órát álltunk itt, hanem ez az ötödik óra, amit álltunk itt. Bejutottunk a 8 méter haladva, bejutottunk a bejáratot. Egy jó pozíciónk volt, csak nagyon feltömörözött és nagyon lassan halad lefelé esett. A lényeg az, hogy bent vagyunk, de nem tudjuk még, hogy hol. Most újabb sorban állás van. Előttünk a Broadway, de hogy oda mikor jutunk be, az egy kérdés. Legközelebb egy óra múlva jelentkezünk. Lehet, hogy innen, lehet, hogy nem. És aztán sikerült bejutnunk a 47. utcára, ahonnan jó volt a kilátás a borra, tehát látszódott a kis labda szépen, a tér közepén álltunk, és a TKTS jegyárusító bódé mellett álltunk pont a 47. utcára. Hátrag ez a legjobb helyen látni. Igen, és addigra este 6 volt. Hát, bejutottunk! Reméljük, hogy maradhatunk, mint ahol most állunk. Mert ebben felvetünk még nincsen senki, viszont már elég sokan vannak. És ott lesz a ball drop, egy fél óra múlva kezdődik az első visszaszámlálás, ami még nem a dobás lesz, hanem csak egy visszaszámlálás. 6 óráig. Hogy már csak 6 óra van. Hátra. Éjfélig. Úgyhogy egyelőre várunk. És amikor 6-kor bejutottunk a térre, akkor már csak 6 óra volt éjfélig. Igen. Úgyhogy már csak 6 órát kellett ott állnunk. Ezek a fellépők óránként előadtak egy vagy két számot, ez olyan 10-15 percig tartott, és utána 45 perc csend. Semmi. Lehet, hogy a TV közvetítésben volt valami, de aki ott az a Times Square-en, az várta a következő órát. Látom, hogy várod a 20-24-et. Jövőre diétázunk. Ez az utolsó szendvics. Minden órában van ugye visszaszámlálás, hogy még hány óra van a éjfélig, és hogy közben majd lesz szórakoztatás, lesz zene, tánc, mindenféle vetítések. És nem így volt. Volt, hogy egy-egy előadó énekelt egy-egy dalt, volt, hogy be volt játszva a zene, de olyan is volt, hogy teljesen csendben álltunk ott. Valószínűleg a tévében, aki nézte, annak nagy buli volt, mert ott közben reklámok, bejelentkezések egyéb ország, vagy egyéb szórakozóhelyekről, vagy egyéb terekről. Meg lehet, hogy ott volt olyan interjú, amit például a mellettünk lévő utcában készítettek, mert olyat láttunk, hogy egy riporter állt, és akkor valaki meginterjú volt, hogy milyen, lehet, hogy ezt a tévében közben bevágták. A fellépőkről annyit mondjak el, hogy volt az három, milyen zene ez? Bass vagy R&B, vagy mindenki elkezd. Nem egy szóval volt három csaj fellépő, akinek elfelejtették a mikrofonját lehúzni, és... Borzalmas hangjuk volt az első számnál, aztán rájöttek, hogy playback föl, mikrofon le, és akkor ugye el lehetett viselni őket. Volt a Flowride, én azon nagyon jól szórakoztam a Flowride-en. Mi vagy nagy fellépő, igen. Volt az egyik nagy fellépő, másik nagy fellépő, Ele Kucsé volt. Thank you.
1 óra és 15 perc éjfélig kaptunk bufikat, és a kreatív Jóska hajtogatott belőle egy ducat buksit. Úgyhogy... Aztán éjfél előtt, akkor nem tudom, hogy ránk engedték végül a tömeget. Szerintem nem ránk engedték a tömeget, egy kicsit sűrűbben lettünk már éjfél előtt az utolsó fél órára, ott már olyan helyet csináltak emberek, ahol addig, ahonnan addig elküldték a rendőrök őket. Valószínűleg a kordonon belüli szállodákból lejöttek az emberek, és az még egy olyan plusz, hát most mit nem tudom mondani egy számot, hogy mennyi lehetett, de az a nagyon sűrű lett éjfélre. De már addig nem volt a hely, senki nem akart már elég jönni. Egy kicsit azért tömörödött a sor, de még mindig jól lehetett hát az erősen. Hát nagy fellépő. De hát Pólanka. Nagyon várt a Pólankát. This year it's dead. Let's look ahead by the light we're led. Lehetett mindenki az a fele. Igen. És egyébként egész könnyen kikeveredtünk, én azt hittem, hogy ez rosszabb lesz. Hát jó taktikát választottunk a metró választáshoz. Nem a közvetlen ott levő metrót választottuk, és nem is az egyel utána levő metrót, hiszen az ugye már az tele lesz, hanem mi szembe mentünk azzal az irányjal, amit akartunk, és egyel kijebbi Párhuzamos utcán levő metróra szálltunk fel. Egyrészt, hogy kevesebben legyen fele, másrészt meg nem abba az irányba mentünk, hanem átjöttünk még azon, ahol a sok ember fel akar szállni. Ezért mi már rajta voltunk akkor, amikor a sok ember fel akart szállni. Ajánlanál-e másodnak ezt a fajta? Soha senkinek nem ajánlom. Akkor nem mondjuk?